Miből vehetem észre, hogy allergiás a kutyám? Hát leginkább a tünetekből. A tüneteknek a vezető része, vagy vezető tünet ebben a megbetegedésben az mindenképpen a hasmenés. Tehát az ilyen kutya, akinek táplálék allergiája van, az időlegesen hasmenéses, vagy folyamatosan hasmenéses, vagy a pépes bélsár, hasmenéses bélsár keveredése és intermittálók váltakozása szerepel nála. Ennek aztán már egyéb másodlagos tünetei is lehetnek, a bőrének és a szőrzetének a megváltozását fogja észrevenni a tulajdonos. A bőr az ilyen zsíros tapintású, ezzel együtt a szőr is. A szőr az töredezett, fénytelen, kicsit olyan matfényű, és tulajdonképpen a zsíros tapintás az egy ilyen vezető tünet is lehetne a bőrszőr tekintetében. Aztán, hogyha ez egy időlt, már egy régebbi, nem figyelembe vett allergiás reakció a kutya szempontjából, a hányás is időnként létrejöhet, tehát mint tünet, illetve aztán később már ennek egyfajta következményeképpen az időlt felszívódási zavarból adódó egyéb hiánybetegségek is megjelennek, a vérképzési zavartól kezdve mindenféle egyéb más problémákig. Bizony érdemes az ilyen tüneteket mutató kutyával állatorvoshoz fordulni.